fesztivál ideje alatt a Csisztotya köztisztasági vállalat munkásai fokozottabban tisztították Újvidék utcáit, 500 kiegészítő szemetes kukát is felállítottak, így a szemét elvitelének és az utak karbantartásának a szokásos menetében nem volt fennakadás. A fesztivál 4 napja alatt 165 munkás 3 váltásban gyűjtötte a hulladékot, a Péterváradi várban, a várba vezető utakon, meg a sátortáborban és környékén. Több mint 70 tonna hulladékot gyűjtöttünk össze, főleg műanyag poharat, üveget és italos dobozt. A 4 napos fesztivál alatt a rendőrök 9 esetben tettek föl jelentést rendbontás miatt, és egy utcai rablás ügyében folyik a nyomozás. Egy kikindai fiatalember súlyos bokatörést szenvedett, amikor a Péterváradi vár falán próbált felmászni, hogy jegy nélkül jusson be az exitre. A rendőrség 50 elveszített személyi okmányt is talált, amelyeket visszajuttattak a tulajdonosoknak. 161 személytől koboztunk el kábítószert, közülük 55-en külföldi állampolgárok. Tavaly 143 esetet jegyeztünk fel, ami azt jelenti, hogy idén növekedett az ilyen jellegű bűncselekmények száma. A fesztivál utolsó estén a nagy színpadon a világhírű Hertz és a legismertebb brit pop zenekar a Suede lépett fel. A Deep Dish DJ Duo Dance Arénában szerepelt, ahol a fesztivál utolsó éjszakáján a buli már hagyományosan a reggeli órákig elhúzódott. A Fusion színpadon a Pips, Chips and Videoclips, Vlada Divljan, továbbá Dejan Petrovic a Big együttessel, valamint a Beogradski szindikát lépett fel. Az Exit Fesztivál 4 napja alatt több mint 400 fellépő mutatkozott be. A rendezvény Sea Dance Fesztivál néven Budván folytatódik július 15-től 17-ig. A Jáz nevű helyszínre több mint 100 fellépőt várnak.